Elsősorban a kertészeti termékek bemutatása volt a cél a hétvégi rendezvényen, vagyis a faiskolák termékeiből és virágokból válogathattak a látogatók. Emellett sajtok, édességek, lekvárok, szörpök, mézek és más portéka is sorakozott a pultokon. Természetesen virágot akarunk vásárolni, tavaly már vásároltunk itt. A balkon aranya gyönyörű, azt már megvettük, ott van félretéve a napvirágot, és ezt az aszparáguszt vesszük, és nézelődünk. A nyitáskor népzenészek, néptáncosok szórakoztatták a jelenlévőket, akiket Zsigó Róbert köszöntött. Mint mondta, jó időpontban szervezték meg a vásárt, hiszen a kinti munkák idején mindenki beszerezheti a szükséges termékeket, és tanácsot is kérhet a szakemberektől. Azok a termelők, akik élelmiszereket hoztak ide, mézet, aszalványokat, bármiféle dolgot, nekik mindenképpen egy fontos bemutatkozási lehetőség. Ez is sok helyen adunk lehetőséget, de ez is arra, hogy megmutassák a termékeiket. Ezzel is talán inspirálva azokat, akik mondjuk paradicsomot termelnek otthon, hogy hogyan és miképpen csinálják. Tehát tényleg jó időben van a vásár. Szarvasmarhákkal foglalkozik Dunafalván Penc Pál, aki már nem először vesz részt a vásáron. Jersey fajtát, ez egy különleges fajta, kifejezetten sajtkészítésre alkalmas tehénfajta. Ezzel már el is árultam, hogy tejtermékekkel foglalkozunk, sajtot csinálunk, joghurtot, ízesített sajtokat. A vásárt mindig tavasz kezdetén szervezik meg, gondolva a gazdálkodókra, termelőkre és a vásárlókra is. Minden évben jelzésértékű ez a bajai és baja környéki vállalkozások számára. Azt gondolom, hogy egy találkozás is, egyben egy szakmai találkozás, másrészt pedig azok, akik valamikor szeretnék beszerezni a tavaszi palántákat, esetleg bio és ökotermékekkel találkozni, azok itt egybegyűjtve, egy csokorba szedve, ha kijönnek a turisztikai központba, akkor ezeket a termékeket itt megtalálják. A kísérő rendezvények között népzene, kézműves foglalkozások és más gyerekprogram, valamint táncház és a vásár előestéjén koncert szerepelt.